Az afrikai sertéspest is elkerülésére, az egész hazai sertés ágazat összefogására is felhívja a figyelmet a NÉBIK. Magyarországon eddig soha nem volt nyoma sem a fertőző betegségnek, ezért legfontosabb a megelőzés. A Nemzeti Élelmiszerállami Biztonsági Hivatal, tehát a NÉBIK, tájékoztatóanyagokat készített, és amiket a mi feladatunk volt, hogy eljutassuk az állattartóknak, megtörtént korábban is folyamatosan történik. Ezek olyan tájékoztatóanyagok, ahol közérthető módon le vannak írva azok a legfontosabb információk, amik a betegséggel kapcsolatosak, mit kell tudni a betegségről, és nagyon fontos, hogy le vannak írva azok, hogy mit kell tenni egy állattartónak a betegség behurcolásának a megakadályozása érdekében. Ezeket, hogyha valaki elolvassa, megkapja ezeket a szükséges információkat. Ezen kívül a NÉBIK egy honlapot is üzemeltet, illetve a honlapján egy weboldalt, ami konkrétan afrikai sertéspesttel kapcsolatos valamennyi fontos új információt, illetve általános információkat tartalmaz. Nagyon fontos, hogy az afrikai sertéspestnek 2016 karácsonyán hozzánk közel, tehát a Ukrajnában, Nagyszőlősön, a magyar határtól mindegy 20 km-re történő megjelenése után azonnal korlátozó intézkedéseket vezettünk be megyénkben, illetve szigorított ellenőrzéseket vezettünk be megyénkben, ami azzal teljesített ki, hogy 2017. január végén az országos főállatos kiadott egy határozatot, amiben különböző kötelezettségeket ért elő mind a vadásztárságok számára, mind az állattartók számára, illetve az általános hatóság számára, hogy mit kell megtenni, hogy minél eredményesebbek legyünk a betegség beurcolásának megakadályozásában. Egy zöld szám is segít az állattartókat, hogyha véletlenül olyan tüneteket észlelnek az állatokon, ami azt feltételezné, hogy esetleg megfertőződtek. Mit tegyenek feltétlenül ilyenkor? Nagyon fontos, ha bármelyik állattartó állattával kapcsolatban bármilyen rendellenességet észlel, normális viselkedését, vagy rendellenes viselkedését, vagy betegség jeleit, tüneteit, azonnal haladéktalanul szóljon a szolgáltató állatorvosának, mindenkinek kell lenni ilyen állatorvosának, tehát az állományát ellátó állatorvosnak, vagy közvetlenül az általános hatóságnak, hatóság állatorvosnak, járási főállatorvosnak, vagy nekünk a megyének, a kormányhivatal megyei általános hatóságának, és mi haladéktalanul intézkedünk a betegség, illetve a bejelentés kivizsgálása érdekében. Milyen betegség eredetileg az afrikai sertéspest, és miért veszélyezteti ilyen mértékben az állatállományt? Az afrikai sertéspest is egy nagy gazdasági kártétel járó, fertőző sertésbetegség. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy sertésbetegségről beszélünk. Európai Unióban, illetve Európában csak a házi sertés, illetve a vaddisznó fogékony a betegség vírusa iránt, sem más állatfajok, sem az ember nem fogékony. Tehát ilyen szempontból közegészségügyi jelentőség a betegségnek nincs. Viszont egy nagyon jelentős betegség, mivel hatalmas gazdasági kártétellel jár, ami mind közvetlen, mind közvetett kártétel. És azt is tudjuk, hogy a 2007-es Grúziában történő megjelenése és az onnan való terjedésének a intenzitását figyelembe véve egy akkora járványról beszélünk, ami korábbi években, évtizedekben soha nem volt még a világban tapasztalható akkora kiterjedésű járvány. Nagyon fontos, hogy ezt a betegséget sem most, sem a korábbi években, évtizedekben Magyarországon még soha nem állapítottuk meg. Az Európai Unióban már jelen van, a balti államokban, Lengyelországban 2014 óta, de ebben az évben, az Európai Unióról beszélek most, Csehországban is kimutatták már vaddisznóban, illetve Romániában, házi sertésben, szintén a magyar határhoz közel, a szatmárnémeti járásban. Milyen veszélyt hordoz az, hogy most Ukrajnában azonosították ezt a betegséget? Közel van hozzánk a betegség, és többféle módon is a terjedése lehetséges, és nehezen akadályozható meg. Elsősorban ugye, hogyha vaddisznókba kikerül, és kikerült a vaddisznókba, említettem is, vaddisznókba mutatták ki, a vaddisznóknak van egy normális mozgása, vonulása, a betegség az állományon belül terjed, tehát évente feltételezhetünk egy ilyen 20-30 kilométeres mozgását a betegségnek, tehát ha Ukrajnában ott van, nekünk mindent meg kell tenni, hogy a magyar országon lévő vaddisznóállomány ne betegedjen meg, illetve hogyha megbetegszik, minél hamarabb felismerjük a betegséget, hogy helyhez tudjuk kötni ezt a betegséget.
erre irányulnak az intézkedéseink is, hogy a vaddisznóhullákat aktívan keressék a vadásztárságok, mivel vaddisznóhullákból lehet leghamarabb kimutatni a betegséget, illetve az állománysűrűséget próbáljuk meg csökkenteni azzal, hogy elsősorban a kocákat lőjék ki a határsávban, egy 10 km-es magas kockázatú sávban a vadásztárságok elsősorban a kocákat, a vaddisznó kocákat lőjék ki, hogy ezzel az állománysűrűséget csökkentsük, illetve plusz előírás az is, hogy valamennyi kilőtt vaddisznót ebben a magas kockázatú sávban virológiai vizsgálatnak, laboratóriumi vizsgálat alá kell vetni, tehát a kilőtt sertésből mintát kell venni, és amíg nincs meg a kedvező eredmény, addig felhasználni tilos. A másik beoltási mód, hogy sertés termékkel hurcolhatják be esetleg Ukrajnából, ahol jelen van a betegség. Ugyanis az fertőzött vagy beteg állatok húsában a vírus jelen van, és nagyon sokáig jelen is marad. Az állati termékekben, sőt a fagyasztott húsban is hónapokig, akár évekig is jelen tud maradni a vírus. Ukrajnából állati eredetű élelmiszert jogszabály is tiltja, tehát nem szabad behozni egyébként is. Most viszont óriási kockázat, ha valaki a jogszabályt megkerülve, be nem tartva behozná ezt a fertőzött élelmiszert, tehát bármilyen élelmiszert behoz már jogszabálysért, viszont most megvan az a nagy kockázat, hogy ez sertés eredetű élelmiszer, akkor az akár fertőzött is lehet, és mint ilyen, könnyen befertőzheti a saját otthoni sertés állományát. Hogyan ellenőriz a NÉBIH? Ugye egyrészt most figyelni kell a határon is a mozgást, és az, hogy nehogy bekerüljön valamilyen formában ez a fertőző betegség Magyarországra, másrészt pedig az állattartó telepeket is. A megyei állategési hatóság hozta meg ezeket az intézkedéseket, hívta föl a háztáji állattartók figyelmét is a betegségre, illetve adta át azt a tájékoztató anyagot, hogy miket kell megtenni a betegség behurcolásának megakadályozása érdekében, illetve a nagy létszámú sertéstartó gazdaságoknak a figyelmét is tájékoztató anyaggal, illetve egyéb módon fórumokon igyekezett felhívni. Az, hogy fertőzött élelmiszert Ukrajnából ne hozhassanak be, az konkrétan a határon a vámhatóságnak a feladata, ők ellenőrzik az úgynevezett személyes podgyászt, és abban keresik, hogy esetleg nincs-e tiltott módon illegálisan behozni szándékozott állateredetű élelmiszer, ugyanis más állateredetű élelmiszer, tehát sertéshús Ukrajnában kereskedelmi okokból nem jöhet be, tehát olyan módon nem kerülhet be fertőzött élelmiszer. A betegség óriási közvetlen és közvetett károkat okoz. A magyar sertés állományra, illetve a sertés ágazatra óriási veszélyt jelentene. Ez a sertés ágazat körülbelül 3 millió sertés körül van ma Magyarországon a sertés állomány. Rengeteg exportorientált vállalkozás működik Magyarországon. Ha a betegséget megállapítanák Magyarországon, akkor az úgynevezett harmadik országok, az exportországok, célországok azonnal kereskedelmi korlátozó intézkedéseket vezetnének be, és minden élő sertés, sertéstermék, sertéshús kivitelt, tehát exportálását Magyarországról azonnal hatállyal nagy valószínűséggel megtiltanának.